Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A heti portré mai vendége egy igazi kek specialista, a Ferencváros labdarúgó csapatának egykori legendás jobbhátvédje, Martos Győző. Én Budapesten születtem, Ákos Migeton éltem az egész életemet idáig, és ott a helyi kis csapatban futballoztam, az Budapest első osztályban játszottak, és járt a mérkőzésünkre egy újságíró srác, aki szintén ott lakott a kerületben, és ő mondta nekem, hogy ha nekem lenne kedvem hozzá, akkor ő esetleg próbálna segíteni nekem abba, hogy átigazoljanak a Ferencvárosba. Mondtam nekem, mit veszthetünk rajta, próbáljuk meg a dolgokat. Annyi szerencsém volt, hogy abban az évben a Ferencváros alakított egy harmadik csapatot is, mert volt az első, a második, és még kellett egy harmadik csapatot is indítaniuk, és hát igazából ott kellettek még emberek is. Ilyen alapon majdnem mindenkit leigazoltak jóformán, aki jött és jelentkezett, vagy esetleg láttak benne valamit. 1970. januárjában így kerültem én a Ferencvároshoz. Pont Orosz Páltól kaptam a levelet, amiben értesített, hogy jelenjek meg edzésen. És 1971-ben debütált Grazban, ugye a Ferencváros első csapatában. Igen. Hogy emlékszik vissza erre a mérkőzésre? Hát igazából az volt a szerencsém, hogy elkezdtük ezt a 70-ben ezt az egész edzést, meg mindent. Igazából majdnem az első pillanatban oda kerültem már a második csapathoz, és akkor végig ott a második csapattal készülöttem, és akkor rá egy évre kaptam egy lehetőséget, hát 71-ben, hogy Grazba, az első csapatba pályára léphettem. Azt hiszem, hogy elég sokan hiányoztak az első csapatból, aztán így kiegészítettek egy barátságos mérkőzésen. Igazából semmi különös, próbáltam tenni a dolgomat. Jobb hátvédként szerepelt, legtöbbször ugye a válogatottban is, és a Ferencvárosban, illetve később a Volán SC-ben is. Játszott egyébként más pozícióban is? Hát a Ferencvárosban volt egy olyan időszakom, amikor a Friedmanszky Zoltán volt a Ferencváros edzője, én pedig már 30 év fölött voltam, hogy egy évben játszottam 9 poszton a Ferencvárosban. Akkor nem voltam kapus és balszélső, az összes többi poszton játszottam egy év alatt. Hogy emlékszik az 1974-75-ös Kupa Győztesek Európa Kupája menetelésre, ahol ugye a Ferencváros végül ezüstérmes lett? Hát igen, az a csapat akkor állt össze igazából, Dalnoki Jenő összerakta, mert fiatalított, behozott egy pár fiatal tehetséges gyereket, akikből később folyamán azért sztárjátékosok lettek, meg válogatott játékosok lettek. És valahogy nagyon jól megtalálta az összeállításban az idősebbek és fiatalabbak arányát. És hát nagyon futott a szekér, nagyon jól mentünk. Igazából azt mondhatnám, hogy saját magunktól, tehát igazából sok mindent nem kellett mondani. Mindenki tette a dolgát saját kútfejből, és tényleg jöttek a sikerek, és száguldoztunk, és a közönség nagyon szeretett minket abban az időben. Ki tudná emelni egy meccset ebből a menetelésből, amelyik a legkedvesebb önnek? Hát a Kupa Győztesek Európa Kupája volt akkor, és annak voltunk az elődöntőjében a Belgrádban, Sreven, az Vezdával játszottunk először Budapesten. Itt nyertünk 2-1-re, és utána mentünk oda-vissza hozzájuk a visszavágóra, ahol hát akkor a Maracana stadionnak hívták ezt a stadiont, ahol ez a csapat játszott, az a Zvezda. És azt hiszem, hogy 100-110 ezer néző fért be, hát annyian voltak a mérkőzésen. És hát egy fergeteges, inkább azt mondanám, hogy félelmetes hangulat volt. A mérkőzés előtt általában egy másfél órával szoktunk kimenni a stadionba, és akkor kimegy az ember a pályára, megnézi, hogy milyen cipőt kellene ide fölvenni, stoplisat, vagy esetleg gumisat, kemény, vagy nem kemény, vagy milyen vizes a pálya, magas a fű, alacsony, megnéztük mindig. De mikor másfél órával előtte kimentünk, akkor már ott körülbelül 40 ezer ember biztos kint volt a stadionban. És amikor megláttak akkor minket, mint csapatot civil ruhába, akkor már volt fütyüléstől kezdve minden, borzalmas hangulatot csináltak.
Aztán, amikor elkezdődött a mérkőzés, akkor pedig aztán még keményebb volt. De ezt a magyar szurkolók is el tudnák mondani sok mindent erről a dologról, akik kimentek magyarok autóval és egyebekkel, hogy mondták, hogy hát néha halálfélelmük volt nekik is, a szurkolóknak, de végül is ott értük el a döntőbe jutást. Nem könnyű mérkőzésen, és szerencsénk is volt, de én úgy érzem, hogy megérdemelten mi jutottunk a döntőbe. És mi történt Bázelben? Ugye a Dinamo Kievvel volt a döntő, ahol végül is 3-0-ás vereséget szedett. Igen. Egyik problémánk talán az is volt, hogy a Bálint Lacit Belgrádba kiállították, tévedésből azt hiszem. Más csinálta a szabálytalanságot, és őt állították ki. Ez az egyik volt, a másik pedig az a Dinamo Kiev, az pedig hát egyenlő volt az akkori szovjet válogatottal. Majdnem egy vagy két ember hiányzott belőle, de komplett szovjet válogatott volt. Egy aranylabdással, a Blohinnal, úgyhogy egy nagyon jó csapat volt. Alapvetően úgy visszagondolva, nekünk nem sok esélyünk volt ellenük, hát magyarul jobb csapat volt mindig. Aztán később bizonyították is, mert a Bayern München megverték a Superkupába, amikor a bajnokok ligáját győztem, vagy bajnok csapatok Európa kupáját győztesen játszották a Superkupát, oda megverték simán a Bayern Münchent is. Tehát igazából tényleg nagyon jó csapat volt. Én azt mondtam, hogy nekünk ez egy nagyon nagy bravúr volt, hogy odáig eljutottunk, hát egy jobb csapattól kaptunk ki. Hogy fogadták a szurkolók az ezüstöt? Akkor még azért a 20 000-es átlag nézőszám meg volt a Ferencváros pályán. Azért mindig értek ennyien. Én úgy vettem észre, hogy a szurkolók is elfogadták ezt a dolgot, hogy egy jobb csapattól kaptunk ki. Tehát nem kaptunk mi tőlük semmilyen szidalmazást vagy elmarasztalást. Ők is elfogadták és örültek, hogy eljutottunk legalább idáig. A 70-es években, amikor Magyarországra jött egy akármilyen nyugat-európai vagy bármilyen kelet-európai erős csapat, akkor azért még nagyon nagy tisztelete volt annak, hogy mondjuk egy magyar klub otthonában játszanak. Ezt önök érzékelték, ezt a tiszteletet, amikor a Kupa Győztesek Európa Kupája sorozat alkalmával Magyarországra látogattak különböző csapatok? Igen, igazából nem volt ekkora különbség, mint a mai manapságban. Tehát igazából, hogyha bárki jöhetett a Faradnir pályára, vagy az Üllői útra, annak mindig benne volt, hogy innen nem fog győztesen távozni. Sőt, tehát a bajnoki mérkőzéseken azért a nagy részét ott azért az Üllői úton megnyertük. Volt egy az első félidőben egy 20 perc mindjárt kezdésnél, amikor beszorítottuk az ellenfeleket, szinte alig tudtak kijönni, meg a második félidőben is. És sőt, a mérkőzés végén még egyszer kaptak egy ilyen nagy nyomást. Általában nem nagyon érték túl ezek a csapatok, de ez most már elmúlt, úgy vettem észre. Az 1975-76-os magyar bajnoki szezonban pedig ugye bajnokok lettek a Ferencvárossal. Ön stabil tagja volt a csapatnak, sőt, mi több a Toldi Vándordíjat is megkapta, mint a legjobban teljesítő csapattag a Ferencvárosban. Hogy emlékszik vissza erre az idényre? Hát életem meg a pályafutásom egyik legszebb, sőt, talán mondhatnám, hogy legszebb időszaka volt. Részben azért is, mert sikereket halmoztunk, és a másik pedig az, hogy egy olyan baráti társaság alakult ki ebből a csapatból, hogy szinte még most is a nagy részével megvan a napi kapcsolatunk szinte. Napi kapcsolat, tehát a Bálint Lacitól a Nyilasi vagy az Ebedli, meg akik itt Budapest környékén vagy Budapesten vannak, azokkal szinte napi kapcsolat van. És tényleg olyan barátok voltunk, hogy ez is nagyon sokat segített abban, hogy ez a csapat ilyen eredményes tudott lenni. Ön 26 gólt lőtt ugye pályafutás során, hogyha jól olvastam. Igen. Hát én nem vagyok benne biztos, nem emlékszem rá. Melyik volt a legkedvesebb gólja, amikre leginkább emléksz? Ugye hátvédként? Igen. Hátvédként ritkábban keveredtem én oda előre, inkább a beadásokkal próbáltam gólhelyzetbe hozni másokat, több-kevesebb sikerrel. De volt, amikor talán a Friedmanszky Zoli bácsi volt az edzőnk, és akkor talán középpályás játszottam, és Zalaegerszegen rúgtam 2 gólt azon a mérkőzésem. És emlékszem, még volt egy harmadik lehetőségem, csak a Pogi nem passzolta vissza a labdát az alaponáról. Akkor rúgtam volna egy 3-ast, amit sokszor nem fordulhatott volna előléptembe. Akkor az egyszer, de sajnos a Pogi elvette tőlem ezt a lehetőséget. 7 idényt töltött a Ferencvárosban, és utána a Volán SC-hez igazolt. Hogy fogadta ezt a Ferencváros akkor, illetve a szurkolók, hogy eligazolt? Abban az évben tervezve volt, hogy
megnősülök, és kellett valamilyen lakás megoldást találnom, és a Ferencváros nem tudott semmilyen megoldást ajánlani nekem, tehát semmilyen lakáshoz nem tudott hozzájutatni. Úgyhogy kénytelen voltam valamilyen más megoldást keresni, és így jött ez a Volán SC, ahol kaptam egy ilyen munkáslakás akció keretében egy lakhatási lehetőséget. És kénytelen voltam tovább lépni ez miatt. 1978-ban kint volt Argentinában a világbajnokságon, illetve 1982-ben pedig Spanyolországban. Ezek közül a világbajnokságok közül, hogyha ebbe beletekintünk, melyik volt a számára legkedvesebb mérkőzés? Gondolom a Salvador elleni 10-1 az ilyenkor felmerül. Igen, de igazából az a helyzet, hogy a 78-as világbajnokságon Argentinában az volt igazából a nehezebb oda kijutni, mert akkor még csak 16 csapat szerepelt a világbajnoki döntőbe. Mondjuk egy olyan csoportba kerültünk bele, hogy Argentina, Olaszország, Franciaország és mi, és ebből kettő jutott tovább. Na most hát általában egy ilyen világbajnokságon a hazai csapat az első fordulóban nem szokott kiesni. Itt se esett ki, tehát igazából sok esélyünk, hogy visszagondolva nem sok volt ezen a világbajnokságon a továbbjutásra. Viszont az argentinok ellen játszottunk egy olyan mérkőzést, amit meg is nyerhettünk volna. Az első mérkőzést. Nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha azt mi megnyerjük, de nagyon éles mérkőzés volt. Kis szerencsével talán sikeresebbek lettünk volna, de hát így alakult. Mi történt pontosan azon a mérkőzésen? Vezettünk 1-0-ra sokáig, aztán kiegyenlítettek az argentinok. Egy szabadrugás után kipattant a labda a Guidáról és bepasszolták. És utána nagyon ilyen mezőnyjáték folyt, és volt nekünk egy nagyon nagy helyzetünk 1-1-nél, a Nagy Laci 5 méterről mellé fejelt a labdát. Már üres volt a kapu, szintem a kapus kivetődött a beadásra, de a Nagy Laci majdnem az üres kapu mellé fejelte, azt megrúgjuk. Az argentinok olyan idegesek voltak, hogy szinte amit tudtak, azt se tudták megcsinálni, és a végén pedig valahogy nagyon nagy szerencsével bepasszíroztak egy ilyen kavarodás után egy labdát, és ebben nyertek 2-1-re. Minket, mi nálunk közben 2 embert kiállítottak, Törőcsiket, Nyilasit, úgyhogy utána pedig a következő mérkőzésen már sok esélyünk nem volt. Az 1982-es spanyolországi világbajnokságról melyik mérkőzést emelné ki? Hát természetesen a Salvador elleni 10-1-et, ami csúcs, és azt hiszem még az is marad sokáig, mert azt nem tudom elképzelni, hogy azt meg fogják dönteni mostanában. De ott is az argentinokra is kerültünk megint össze, egy erje és pályafutása csúcsán álló Maradonával, akit megpróbáltunk valahogy semlegesíteni, de nem nagyon sikerült, ott kikaptunk, de a belgák elleni mérkőzés volt nekünk igazából a sorsdöntő ezen a világbajnokságon, hogyha a belgák ellen tudunk nyerni, akkor tovább tudtunk volna lépni. Sajnos kiegyenlítettek, hosszú vezetés után kiegyenlítettek, és így sajnos kiestünk a csoportkörök után. De egy hajszálon múlott csak a továbbjutásunk. 1978-ra tehető, hogy eligazolt a Ferencvárosból, átkerült a Volán SC-be, ahol 2 évet játszott, majd kikerült Belgiumba a Votersei nevű csapathoz. Igen. Ahol ugyancsak volt egy kupa győztesek, Európa kupa menetelésük. Igen. Ahol az elődöntőig jutottak. Igen, ott ez egy belga kis csapat volt akkor, amit most ma Genknek hívnak, mert ebbe a városba volt kettő NB1-es csapat volt ebbe a városba. Ez egy belga bányászváros igazából, és aztán mikor én kimentem, akkor még megvolt ez a két csapat, én a Vatersejbe játszottam. Általában az volt a jobbik csapat a kettő közül, és a belga kupát megnyertük, valamilyen csodával határos módon, de megnyertük a belga kupát, és indulhattunk a kupa győztesek Európa kupájába, szintén. És ezzel a kis csapattal, mert tényleg kis csapat volt ez, eljutottunk egészen a 4 közé. A 4 között volt a Austria Wien, a Real Madrid, az Aberdeen, meg mi. És az Aberdeennek volt az edzője, a bizonyos Ferguson volt az edzője az Aberdeennek. És ővelek kerültünk össze a 4 között. Hát az első mérkőzésen kint a Berlinbe ott kikaptunk sajnos 4-1-re, a visszavágon megvertük őket 1-0-ra. Ez volt az egyetlen vereség ennek a csapatnak ebbe az egész kupasorozatba, mert utána a döntőbe ők megverték a Real Madridot és megnyerték ezt a kupát. De
mielőtt az Aberdeen-nel játszottunk, onnan előtt a Paris Saint-Germain-nel játszottunk egy olyan mérkőzést, ami a nemében egy csoda volt ennek a belga csapatnak. 2-0-ra kikaptunk Párizsba, és itt a visszavágón pedig hosszabbítás után 3-0-ra tudtunk nyerni. A sztárjátékos annak a Paris Saint-Germain-nek ez a Szafesz Szuszic volt, aki most a bosnyák válogató szövetségi kapitánya. Úgyhogy nagyon jó csapat volt az is. Valami csodával határos módon azokat ki tudtuk verni, és utána mondom, ez az Aberdeen, ez pedig, ez már nagy falat volt nekünk. De csoda volt egyáltalán, hogy ez a kis csapat el tudott a nyájjút. Illetve azt se felejtsük el, hogy ön 32 évesen került ki a Watershey csapatához Belgiumba. Akkoriban ez átlagos dolog volt? Akkor azt mondták, csak 30 fölött lehet jelentkezni arra, hogy mi az ember szeretne kimenni külföldre játszani. Ekkor jött össze. Mert nem mentem volna én korábban is, de hát igazából nem lehetett. És akkor jött össze ez a lehetőség. A Kozma Misivel ketten voltunk ennél a csapatnál. Több magyar játékos volt akkor egyébként Belgiumban, abban az időszakban, amikor én mentem ki. Akkor kim volt a Muha Józsi, a Kocsis Pista, aki a Honvédban volt, Tóth András Újpestről, úgyhogy Fazekas. Voltunk egy páran, és a nagy része, akik kim voltak, azok azért általában játszottak a csapatokban, sőt a Fazekas nagyon nagy sztár volt Belgiumban abban az időben. Nagyon szerették őt Antwerpenbe. Huszti Szabolcs, aki a mai magyar játékosok között mondhatni, hogy az egyik legsikeresebb, azt nyilatkozta néhány éve, hogy minden magyar fiatal játékosnak azt javasolja, hogy menjen külföldre focizni, ha van lehetősége, mert ég és föld a különbség Magyarország és Nyugat-Európa között ebben a tekintetben. Ön akkor ezt hogy élte meg, amikor kijutott Belgiumba? Akkor is ég és föld volt a különbség? Akkor is volt különbség, de más tekintetben volt különbség. Itt Magyarországon abban az időben a játékosok viszonylag technikásabbak voltak, többet dajkáltak a labdát, a belgákhoz viszonyítva. Belgiumban már akkor is az a divat ment, hogy futottak, lőttek, ütköztek, becsúsztak, szóval más típusú játékot játszottak. Ezt meg kellett szokni nekem is először, mert eleinte vártam, hogy majd csinál még egy cselt, vagy valamit csinál, de nem csinált ő cselt, hanem ahogy lehetősége volt, már püfölte kapura a labdát. És egyrészt gondolkodtam rajta, hogy ez miből is alakulhatott ki, így Belgiumban, de ott tudni kell, hogy ott ősztől késő tavaszig mindig esik az eső. És a pályák is ilyen vizes, sáros pályák voltak. Igazából ott nem nagyon lehetett ezt a technikás dolgokat csinálni, mint itt a magyarok a sok cselezést. Tehát ott egyszerűsíteni kellett a játékot, és rá voltak kényszerítve. És ebből pedig kialakult ez a lendületesebb, gyorsabb játék. Ütközünk, gyorsan megyünk tovább. A bírók is kicsit másképpen vezették a mérkőzést, mint Magyarországon. Többet megengedtek. Most is szerintem ez egy nagy hiba, hogy mindent lefújnak most is. Akkor is mindent lefújtogattak. Hagyni kell, menjenek, ütközzenek, majd feláll, hogyha muszáj neki, nem fog fetrengeni, mert úgyse fogja lefújni a bíró, és akkor kénytelen lesz felállni a játékos, meg az edzője fogja szidni, hogy mit fetreng, amikor semmi baja nincs. Tehát meg kellett szoknom egy kicsikét ezt a másik világot. Nehéz, de hát alkalmazkodni kell. Nekem kellett alkalmazkodni, nem ők alkalmazkodtak én hozzám. És gondolom ugye a nyelvhez is alkalmazkodni kellett. Hát ilyen nyelven kommunikált a flamand vagy francia? A flamandul kellett beszélnünk, és mi flamand területen voltunk, de hát viszonylag azt azért az alap dolgokat azt az ember gyorsan megtanulja, és onnantól kezdve már csak a kommunikációnak a minősége változott, hogy ki mennyire tanulta meg a nyelvet. Ön megtanulta? Valamennyire megértettük egymást. A Watershey pályafutása után vissza került Magyarországra a Volán SC-hez. Visszajöttem, és nyáron igazoltam vissza júniusba, és november 18-áig, ez egy emlékezetes dátum marad a számomra, addig, mint játékosként tevékenykedtem a Volán SC-nél, és akkor tört el a edzésen a lábam. A Sipcson Szárkapocs, mind a kettő félbetört, és akkor utána 12 hétig voltam gipszbe, novembertől februárig, és akkor utána már úgy gondoltam, hogy most már akkor nem nagyon kellene ezt az egész futballt nagyon erőltetni. És hát meg volt a lehetőségem, hogy ott a Volán SC-nél először, mint szakosztályvezetőként dolgoztam, és Grosics Gyula volt az elnök, és utána Gyula elment nyugdíjba, és utána kerültem én az elnöki pozícióba.
majd azt követően a Budapesti Labdarúgó Szövetség. Abban is voltam, de mellette, ez tevékenységem mellette volt, a Budapesti Labdarúgó Szövetségben dolgoztam társadalmi munkásként. Budapesti Labdarúgó Szövetség elnöke voltam ott is. Egy, meg nem mondom pontosan hány évig, de jó pár évig. Ott milyen feladatai voltak? Hát ott az egész budapesti labdarúgásnak a szervezése, a még oda tartozó a Budapest első osztálytól kezdve, a Budapest 3-ig, az öregfiú bajnokság, a női futballtól kezdve minden, és akkor a játékvezetőknek a problémái, tehát ami az egész, meg a költségvetés, meg a gazdasági helyzet, hogy hogy alakul a Budapesti Szövetségnek a helyzete. Hát itt sok társadalmi munkás volt, akik dolgoztak, volt egy pár főállású ember, nem sok, de hát nagyon lelkes gárdával sikerült együtt dolgoznom ott. Miért hagyta egyébként abba, tehát a labdarúgással való foglalkozást olyan értelem, hogy szakmailag? Én nem gondolta arra soha, hogy jó lenne mondjuk utánpótlás képzésben részt venni 1992-t követően? Hát nagyon jó hangzik a dolog, csak éppen megélni nem lehet belőle. Tehát igazából az emberek dolgozni kell ahhoz, hogy pénzt keressen, és hát abban az utánpótlás nevelésből, meg mit tudom én, olyan fizetések voltak abban az időben, hogy én nem is láttam abban a lehetőséget, hogy az ember ott normálisan meg tudjon élni, főleg akkor még voltak olyanok, hogy hol kaptak fizetést, hol nem, én meg nem voltam erre kíváncsi, inkább mondtam a saját magam lábán állok, és próbálok valami olyasmi tevékenységet, ami legalább valami biztosítékot ad nekem ahhoz, hogyha ha dolgozok, akkor annak lesz is valami eredménye is. Mivel kezdett el foglalkozni? Először az autókereskedésbe nyergeltem át, tehát igazából az egyik barátom a Baumgartner úr, aki már nagyon régi ismerősöm volt, ő ajánlott egy munkalehetőséget, őnála dolgoztam egy másfél évig kereskedelembe, autóeladásba. Utána pedig egy másik, szintén ismerősömnél kezdtem el dolgozni. Igazából terrautók mellett ilyen földmunkákat csináltunk, meg ilyesmiket. Őnála csináltam egy másfél évet, és utána önállósodtam. Tehát magyarul én saját magam kezdtem el egy vállalkozást, és ez a vállalkozás szintén ilyen földmunkákat csinált, tereprendezéseket, épületek bontását, és ilyesmiket csináltam egészen tavaly nyárig. Elmondható önről, hogy kek specialista. Hát ezek szerint igen. Nézte az Európa Liga döntőt? Igen, néztem. Nem bírtak egymással a csapatok. Nem szokott ilyenkor nosztalgiázni, amikor Európa Liga meccseket néz? Mit nosztalgiázzuk már? Nézzük a meccset, nézem, hogy mennyivel másabb a játék, mint amikor mi játszottunk. Néha elgondolkodom rajta, de különösebben nem mélyülök bele. Sokkal gyorsabb a játék, gyorsabbak és talán még képzettebbek is a játékosok manapság. Szidják őket, hogy bezzeg a mi időnkben, én ezt nem tartom valósnak, mert azért fejlődött sokat a futball. A játékosok is rengeteget, sokkal komplettebb játékosok vannak. Mi a véleménye a mai magyar labdarúgásról? Hát, mindig szidják a magyar labdarúgást, meg szidják az újságok is, hogy miért kerülnek ide ilyen idegen légiósok, meg miért ezek jönnek ide, meg de gyerekek, hát el kell gondolkodni, más ki jön ide. Ennyi pénzért, amennyi Magyarországon van a futballban, ennyi pénzért ezek jönnek ide. Hogyha más lenne a feltétel, ami szerintem egy darabig nem lesz más feltétel, rendszer, tehát pénz nem lesz több, mint a magyar labdarúgásban, ez is csoda, hogy ennyi van, nem hiszem, hogy változni fog valami. Hogyha esetleg a magyar utánpótlás nevelésben, amire nagyon sokat beszélnek már, hogy ott tudna valami gyökeres változás történni, mert én nem hiszem el, hogy genetikailag valamilyen rosszabbak vagyunk, mint a szerbek, horvátok, vagy a bosnyákok, vagy a románok, vagy a szlovákok, vagy bárki a környékünkről. De hát azokból az országokból mindenhol vannak játékosok a nyugat-európai profi bajnokságban, és nagyon jó csapatokban játszanak. Nálunk meg megmondom őszintén, hát a Huszti Szabolcson kívül más igazából, aki meghatározó, valamilyen szinten meghatározó játékos nincs is. Úgyhogy én abban bízom, hogy előbb-utóbb valami tehetséges generáció fel fog nőni, és az edzők valamit tudnak csinálni. De alapvetően mindig azt mondtam én, hogy a játékos az egy végtermék, az edzőknek a munkájának az a gyümölcse, vagy az eredménye, meg a kiválasztásnak, tehát valóban az edzők felelősségeit, hogy ilyenek jönnek elő. De ez az én véleményem. De hát valószínűleg, hogy ez így van.